Szombaton ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a Királyi Napok Folkfesztivál. A nyitányon az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és a táncegyüttes legendáiból álló szenior csoport műsorát láthatták a népi kultúra barátai. Húzzá! A következő órában Pannonia szívében címmel a Közép-Dunántúli régió gála műsorában egy olyan ősbemutatót tekinthetett meg a közönség, amelyben a vendéglátó Derce és Pulutyka csoportja mellett Veszprém és Komárom-Esztergom megyei fiatalok is táncoltak. Ez egy különleges bemutató, azt a címet viseli, hogy Pannonia szívébe. Ez annyit takar, hogy Mezőföld, Bakony és Komárom megyének, tehát a régiónknak a tánc együtteseiből, tánc csoportjaiból állítottunk össze egy nagyon színes, mindenkinek a saját vidékére jellemző táncaiból, népszokásaiból, népzenéiből, énekeiből egy olyan színes műsort, amit azt gondolom, hogy még nem láthatott ilyet a közönség, még mi se láttunk. Nagyon izgalmas ez a Mezőföld, Bakony és Komárom megye tánca egymás mellett. A Pannonia szívében előadást követően Cserpakovics András polgármester nyitotta meg a fesztivált, a városvezető örömének adott hangot, hogy évről évre komoly kulturális tartalommal töltik meg a teret a táncosok. Emlékezzünk arra, hogy erre a nagyon nagy hagyományokkal rendelkező királyi napokra úgy kerülhet sokatszor sor, hogy annak idején a néptánc ezt elindította. Nevében és kulturális tartalomban megalapozta ezt a másfél hetes programsorozatot, mert egyszerre vagyunk történelmi és kulturális értékeinkre is büszke. Volt, amikor ez nemzetközi néptáncfesztivál volt, most viszont egy másik különleges néhány napra kerül sor, hiszen a legjobb magyar együttesek közül érkezik sok-sok ide hozzánk. Az est záró eseménye is egyben csúcspontja, az Alba Régia Táncegyüttes fergeteges koreográfiákból álló műsora volt, hagyományérzők címmel és olyan tartalommal, hogy a hozzáértő tánc szerető közönség is csak ámult. A házigazda jogán az elmúlt 27 évben akár nemzetközi, vagy az elmúlt két évről hazai közreműködőkkel a Királyi Napok Néptáncfesztivál, vagy jelenleg Folkfesztiválon mindig az Alba Régia nyitja meg, főként a felnőtt csoport legújabb műsorát láthatják most is 21 órakor Hagyományérzők című táncszínházi produkciónkat, melyel május 29-én a Martin György Néptáncszövetség által szervezett Néptáncosok országos bemutató színpadán kiváló minősítést ért el. A Folkfesztivál műsorán hétfőn és kedden a Magyar Néptánc és Népi Kultúra két fontos őrzője, a Duna Művész Együttes és az Állami Népi Együttes fellépésével folytatódik.